tanított! Titeket Isten tanított! Titeket Isten tanított! Titeket Isten tanított! Azért itt most, hogy a tanárainkért tegyünk, és az ő jogaikért is harcoljunk, illetve a saját jövőnkért, mert ha így folytatjuk, nem lesz itt a generációnkból senki Magyarországon, nem hogy tanár, de még ember se. Az oktatásra épül az egész ország, és hogy az oktatás elbukik, minden más el is fog bukni. Nem lesznek szakemberek, nem fog senki semmihez sem érteni, és ez nem mehet így tovább. Remélem, hogy ezzel a kis útlezárással legalább annyit el tudunk élni, hogy felfigyeljenek ránk, és próbáljanak legalább egy kevés változást hozni. Hát, hogyha tanárok nem lesznek, akkor hogy lesz a jövő generációja tanult? Hogy lesznek informatikusok, közgazdászok, meg mindenféle más fontos szakma? Az a cél, hogy az emberek végre kinyissák a szemüket, és lássák, hogy ha mindenki tesz érte, akkor el tudunk érni változást, és végre a tanárok jobb megbecsülést kaphatnak. Hát, ha picit meghatja a kormányt, hogy most már nem csak diákok, vagy nem csak tanárok, hanem a szülőkkel közösen folyt a kiállás. Ez most már országos, tehát ma reggel, aki nem vak, az láthatta, hogy mi volt a Keletitől a Szélkámán térig, mert a Döbrentei tértől is végigállt a sor. De közben nekem ömlenek különböző oldalakról, hogy az összes vidéki városban, nagyobb városban volt megmozdulás. Tehát én azt gondolom, hogy ez már olyan szinten van, hogy ezt már nem lehet a szőnyeg alá söpörni. Fizessétek ki a tanárainkat! 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 Szerintem a legfontosabb az, hogy a tanárok ne legyenek ennyire stresszesek, mert mindig látom, az osztályfőnökünk is, mindenki nagyon sokat dolgozik, értünk, hogy jobban tanuljunk, hogy okosabbak legyünk, és mi is próbáljuk megtenni a tőlünk telhetőt. Tehát, de az elsősorban nyilván a magasabb fizetés, a megbecsülés, mert amit most lehet, hogy politizálni fogok, de amit a kormány csinál, az katasztrofális. Több tanárunk is mondta, hogy anyukák, meg hogy itt vannak, korán kelnek, itt végig melóznak, helyettesítenek, hazamennek, a gyerekkel tanulnak, órákra készülnek, és hogy igazából, hogy mondjuk, hogy fáradtak vagyunk, de közben ők is mondják, hogy mi is fáradtak vagyunk, és hogy mi is ugyanannyira szeretünk iskolába járni, mint ti. Mert nem jó a tanároknak, túl sokat dolgoznak, kevés pénzért, nem úgy tanítanak, ahogy akarnak, meg van szabva, hogy milyen tankönyvet taníthatnak, és egyszerűen így nem lehet azt csinálni, ami a tanároknak a dolga lenne. Szabad ország, szabad oktatás! Szabad ország, szabad oktatás! Szabad ország, szabad oktatás! Szabad ország, szabad oktatás! Nincs hatalmat felettem! 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 Nincs hatalmat! Én személy szerint is, és nagyon sokan még, akik itt vannak a téren, évek óta küzdünk az oktatási rendszer megjavításáért, megújításáért, és az arrogáns, párbeszédképtelen hatalommal szemben állunk ki régóta. De mostanra a tanárhiány olyan méreteket öltött, hogy szembe kell néznünk azzal, az oktatási rendszerünk összeomlik, sőt, összeomlott, és maga alá temeti mindenkit, tanárt, szülőt, diákot. Diákot! A gyerekeinket, a gyerekeiteket, és titeket, akiket én nevelni, oktatni, tanítani szeretnék, és vagyunk még egy jó páran. Tisztességes pedagógus nem a fizetésétől teszi függővé a teljesítményét. Miért a politikus igen? Persze a tisztességes szónak örültünk, csak nem biztos, hogy a politikusokkal kapcsolatban is ez fog eszünkbe jutni. Nem kockásba jöttem, hanem talpig feketében. Gyászolom a hősies kiállásukért eltávolított és a megélhetési gondok elől a multivilágba menekülő tanárokat. Azokat, akik nélkül a rendszer végleg összeomlik.
hamarosan íhatjuk a gyászjelentést. A magyar közoktatás halott, élt 155 évet. Az nem lehet, hogy ennyi harc után egy nép hal meg bután. Sötét ország, sötét ég, sötét fák, mert Lucifer nem tudja fizetni a gázszámlát. Többet ésszel, mint erővel, mondják a nagyok, sajnálom, hogy ti az észben nem sok pénzt raktatok, de mondottam, tanár, küzdj, és bízva bízzál. Követeljük, hogy az elbocsátott tanárainkat azonnali hatállyal helyezzék vissza az iskolánkba, és el fogjuk érni, hogy ilyen más iskolákban ne történhessen meg. Felejtsük el, hogy a legfontosabb, hogy nem adhatjuk fel. Nem engedhetjük el a másik kezét. Én nem vagyok hajlandó feladni. Nem vagyok hajlandó elbújni, csöndbe lenni, megalkudni. Nem vagyok hajlandó nekik elismerni, hogy nincs mit tenni. Thank you.